legfantasztikusabb az, hogy észre sem vettem, mikor lettem ilyen fantasztikusan pocsi. Mert tavaly még egész normális kisrác voltam. Nem is néztem akkoriban tükörbe. Kivéve, ha véletlenül neki mentem. De most folyton bámulnom kell magam a tükörbe, hogy miért is lettem ilyen fantasztikusan pocsi. Kész látványos sem. Kamasz panaszait adtad elő egy új baráton. Az életben pozitívabb vagy ilyen kicsit bánatos kamasz? Hát igazából az életben ugye pozitívabb vagyok, és ezért hát, eleinte talán nehezebb volt így azonosulni vele, de aztán így rájöttem, hogy mit is akar ez a szerep, meg hogy hogyan is kell, aztán úgy hát egyszerű volt eljátszani. De legalább a hajam göndör volna. De ez semmilyen. Ezt a vackot növeszteni nem érdemes, se levágatni. Mert ez nem is haj, ez pókháló. Ökörnyár. A kedvenc szerepem az volt egy nyári táborba, színjátszón, és a Csirkefejet játszottuk el Spiró Györgytől, és abban volt a srác, szóval az egyik szereplőnek a fia, aki hát egy ilyen agresszív, ilyen mai fiatal, és hát azokat a szerepeket szeretem, hogy így a mai fiatalokat eljátszani, meg hogy különböző karakterek, agresszív, vagy szegény fiatalok, vagy ilyen nagyon egoista, szóval van sok különböző karakter. Mi véget szereted ezeket játszani? Hát igazából félig meddig ugye tudok velük azonosulni, ugye a fiatalok, meg hogy mai fiatalok, és hogy miket csinálnak, és hát a karakterek, ugye, hogy van például egy karakter, hogy agresszív, azt meg ugye próbálom minél jobban eljátszani, és akkor az... Mert hogy amúgy te nem az vagy, gondolom. Hát nem, nem nagyon. Na és a számmal, ugyanez az ábra. Én azt sem tudnám, hogy van, ha nem figyelmeztetnének rá. Fiam, már megint miért húzod el a szádat? Már semmi sem tetszik. Eddig én nem is csinálok vele semmit. Egyszerűen olyan. Ferde. Aztán, ha végre jó kedvem van, tudja, hogy bejön a megjegyzés. Te pont úgy röhögsz, mint egy fakutya.